A mai beszélgetésünknek az a témája, hogy hogyan indulj el ebben a történetben, és ez ilyen értelemben minden újoncnak, és minden már régebb óta ebben az üzletben tevékenykedő embernek is ugyanígy vonatkozik rá, mert a jó ír az, hogy teljesen mindegy, hogy eddig mit csináltál, abszolút nem számít a múlt. Maximum annyi előnyöd van, hogy ha már van egy csapatod, akkor természetesen van mire építkezned, de ez nem változtat az aktivitásodon. Tehát pontosan ugyanazt kell csinálni, és pontosan ugyanúgy kell csinálni, és minél többször csinálod, annál könnyebben megy, természetesen ez igaz minden tevékenységre, gyakorlat teszi a mester. Miért figyelj oda egyáltalán arra, amit én mondok? Hát először is azért, mert 10 éve foglalkozom a World Ventures-szel, az Egyesült Államokban léptem be, tehát egyike vagyok az elsőknek, akik Európában elindították ezt a történetet, és 1990 óta foglalkozom hálózatépítéssel, több százezer ember volt már a csapatomban, és hát ennek köszönhettem azt, hogy 41 éves koromban teljes anyagi függetlenség mellett nyugdíjba is tudtam menni. Ez még nem a World Ventures korszakon volt, mert akkor még nem létezett a World Ventures a világnak azon a táján, ahol én éltem. De minden tudásommal egybevéve jöttem rá arra, hogy ez egy olyan üzlet, ami igenis nem csak nekem, hanem rajtam kívül még nagyon sok embernek megadja a lehetőséget, hogy tudjon változtatni az életén, és itt is most már bőven túl vagyunk ugye az éves 100 000 dolláros jövedelmeken. És nagyon sok ilyen ember van a csapatban, akik ugyanezt elmondhatják magukról, úgyhogy egy dolog mindegyikünkben közös, mégpedig az, hogy követjük azt a módszert, amit a nálunk okosabbak, sikeresebbek eredményesen alkalmaznak. Mert nem kell újra feltalálni a melegvizet, egyszerűen csak azt kell csinálni, amit a sikeresek már eddig is csináltak, végig kell menni a kitaposott úton, és oda-oda el tudunk jutni. Ennyi a különbség közted, köztem, és a nálam is sokkal sikeresebb emberek között, hogy ki milyen messzire haladt ezen az úton végig. Az összes sikeres embert egyébként, akit én ismerek ebben a történetben, teljesen mindegy, hogy milyen háttérrel érkeztek, hogy volt családjuk, vagy nincs családjuk, hogy fiatalok voltak, öregek voltak, volt-e MLM tapasztalatuk, vagy nulla MLM tapasztalatuk van. Korábban hatalmas anyagi sikereket értek el valamilyen vállalkozásban, vagy soha semmilyen sikerük nem volt egy bármilyen egyéb üzleti tevékenységben. Ez mind-mind lényegtelen. Az összes általam ismert sikeres vezetőnek az egyetlen közös összefogó képessége az nem másból áll, mint hogy nem csak úgy beletapogattak ebbe a történetbe, hanem úgy 100%-osan benne vannak az egészbe. Tehát eldöntötték, hogy ők igenis ezt meg fogják csinálni. Nem az számít, hogy milyen gyorsan, hanem az számít, hogy teszünk érte, haladunk előrefele. Ez olyan, mint a Mount Everest megmászása. Ez nem egy verseny, ahol neked össze kell hasonlítani magadat, teljesen mindegy, hogy kivel, hogy ő mennyi idő alatt jutott el egy bizonyos szintre, és ha te nem annyi idő alatt jutsz el oda, akkor te most kevesebbet érsz, vagy ha gyorsabban oda jutsz egy másik embernél, akkor te többet érsz, ez egyáltalán nem így működik. Az egyetlen ember, akivel te versenyzel, az saját magad. Mindig saját magadhoz méred a történetedet, és ha fölérsz a hegycsúcsra, akkor teljesen mindegy, hogy mennyi idő alatt értél fel a hegycsúcsra, mert győztes lettél. És még mindig sokkal gyorsabban és sokkal hatékonyabban értél el sikert, mint a hagyományos munkahelyeden, ahol mondjuk 40-50 évet fogsz lehúzni, és gyakorlatilag kizárt, hogy érdemi sikert, vagy ehhez fogható érdemi sikert fel tudjál mutatni. Tehát ha belegondolsz abba, hogy ott, ahol jelenleg dolgozol, mi lehet a maximum, ahova el tudsz jutni? Tehát mi lehet az a jövedelem, amivel mondjuk 10 év múlva rendelkezni tudsz azon a helyen? Azt hiszem, hogy nem olyan nehéz erre rájönnöd, mert semmi más nem kell csinálni, csak megnézned, hogy aki 10 évvel régebben dolgozik ott, mint te, az mennyi pénzt keres, hol tart,
az életében, és rájössz arra, hogy szeretnél-e ott tartani 10 év múlva, mert ha nem csinálsz valamit másként, akkor minden esélyed megvan rá, hogy 10 év múlva nagyjából ott legyél, mint ahol most van ő. A mi üzletünkben viszont, ha megnézed azokat, akik 10 éve itt vannak és teszik a dolgukat, nem ismerek olyan embert, aki ezek közül ne rendelkezne jelentős passzív jövedelemmel. Mit értek jelentős alatt? Minimum egy havi fizetést megduplázott. Tehát minimumot tart, a legeslegyengébb, legeslegrosszabb esetben is, hogy dupla fizetése van. Őszintén, tedd a szívedre a kezed. Ki tudnál azzal egyezni, hogyha megemelnék a fizetésedet duplájára? Hát ha csak ennyit el tudnál én, hogy ugyanannyit kell dolgozni, mint tegnap, amennyit dolgoztál, de dupla fizetést kapnál, és itt most nem azért, mert infláció van, hanem azért, mert kétszer adnának fizetést minden hónapban. Szerintem már akkor is bőven megelőzted a körülötted élő emberiségnek a 90-valahány százalékát. Ugye? Na erről van szó. Tehát ha csinálod ezt a történetet, bármilyen rosszul csináld, bármennyit hibázzál, akkor is mindenképpen nyertes lesz belőled, ha nem adod fel útközben. Az egyetlen egy módja, hogy ezt a történetet el lehet bukni, az az, hogy idő előtt abba hagyod. Hogyan lehet nem megtanulni biciklizni, őszintén? Egyféleképpen nem ülök fel, és nem próbálok addig tekerni, még nem tudok menni, ugye? Tehát itt is erről van szó. Nyilván senki nem tanult meg azonnal az első körben biciklizni, és ezzel semmi baj nincsen. Autóvezető, nagyon sok embernek van közületek jogosítványa. Gondolj vissza arra, amikor először ültél bele az autóba, és azt mondta az oktató, hogy na, akkor induljon el. Milyen érzés volt? Hát ugye mindegyikünk úgy ült benne, hogy kuplung, fék, gáz, oké, elméletben már tanultam valamit erről, de hát most akkor hogyan kell elindulni? Benyomom a kuplungot, sebességbe teszem, indexelek, kresztábla, forgalom, jönnek az autók, gyalogosok, stb. Tekerjem a kormányt, és még egyenesen is menjünk, és keresztbe jönnek autók, meg gyalogosok lelépnek, meg kresztábla van, meg ne pörögjön a motor, meg sebességet váltani. Annyi mindenre kellett figyelni, hogy egyszerűen azt érezted, hogy ez szinte képtelenség megcsinálni. Ha ma elmész, mondjuk levezetsz egy akár több órás utat, volt már olyan veled, hogy odaértél valahol, és eszedbe se jutott, hogy nem is tudom, hogy jöttem, vagy útközben mi történt velem, föl se tűnt. Ma azért hallgatod a zenét, vagy egy előadást, ugye esetleg telefonálsz vezetés közben, nézed a tájat, és nem jelent különösebb problémát, beszélgetsz a melletted ülővel, eszel a kocsiba, iszol a kocsiba, föl se tűnik az, hogy készség szinten csinálod azokat a dolgokat, amiket a legelején azt hitted, hogy szinte képtelenség elsajátítani. Ugyanez van ebben az üzletben. Nem kell megijedni. Ha nekifekszel a történetnek, akkor működni fog számodra is. Még egyszer mondom, az első dolog, ami kell hozzá, az az, hogy eldöntsd, hogy ezt te végig fogod csinálni. Ez a tied. Ez nem egy olyan történet, ami értéktelen, mert nem kérdéses. Ha ránéztél azokra az emberekre, nagyon sokan ismeritek is azokat a vezetőket, akik több százezer, több millió dollárt keresnek minden évben a mi üzletünkkel, akkor felmerül az a kérdés, hogy meg lehet-e ezt csinálni. Hát nem egy ilyet ismertek, hanem legalább 50-et, vagy 100-at, vagy még többet. Hát akkor ezek szerint meg lehet csinálni. Nem zárták be, hogy soha többé nem lehet senki sikeres. Gondolj a munkahelyedre. Ott mekkora esélyed van, hogy a főnököd pozícióját te megszerezd. A főnököd jövedelmével együtt. Nem is akarom. Nagyjából elhanyagolható, de még jobb az, hogy nem is akarod. Most ha azt mondom neked, hogy nálunk valójában semmi esélye nincsen annak, hogy te megszerezd a pozícióját mondjuk a mentorodnak, de hogy pont egy ugyanolyat vagy, még annál is jobbat tudsz szerezni, mert korlátlan számban rendelkezésre áll, azt hiszem ez nem kérdéses. Oké, ehhez viszont mi kell? Először is el kell döntened azt, hogy miért csinálod ezt az egészet. Nyilván amikor csatlakoztál ehhez a történethez, akkor valamiért eldöntötted ezt, hogy miért léptél ebbe be? Lehet az, hogy akartál többet utazni. Lehet, hogy akarsz egyszerűen a családoddal több szép emléket gyűjteni. Lehet, hogy úgy érzed, hogy több pénzre van szükségetek.
Lehet, hogy unod a mostani munkahelyedet, és ez egy kiszabadulás lehetőség. Lehet, hogy úgy gondolod, hogy ezzel tudsz segíteni másoknak. Rengeteg ok lehet, nem tudom. Az a lényeg, hogy te tudd a te miértedet, és én azt tanácsolom, hogy írd is le. Írd le magadnak, fogalmazd meg ezt. Írd le egy papírra, mert amikor leírod, akkor onnantól kezdve ez elkezd valósággá válni. Én azt szoktam csinálni, hogy ezeket nem, leírom nem is egy papírra, hanem több papírra, és kiteszem mondjuk a fürdőszobába a tükörre, vagy az íróasztalomra, vagy a naptáramra ráírom, tehát olyan helyekre, ahol a szemem elé kerül napközben. És akkor mindig, amikor ránézek, óvatatlanul elolvasom, és letudatosodik bennem a miértem. Ez azért nagyon fontos, mert az élet, tudod, nem csak napsütéses, gyönyörű, kellemes, májusi, júniusi napokról szól. Bizony van az életben olyan, amikor viharos, csúnya, ronda, hideg, zimankos napok is vannak. Itt is az üzleted nem így fog működni, ezt csak a laikusok képzelik így, hogy a siker útja olyan, mint az autópálya nyílegyenes és könnyen járható, hanem inkább olyan, mint egy ilyen lépcső, hogy ha hullámok hol lefele, hol följebb mozgatnak, de azért összességében haladunk egyre magasabb és magasabb szintekre. Tehát lesznek olyan pillanatok, előre bocsájtom neked, amikor nem leszel olyan jókedvű, nem leszel olyan lelkes, mint amilyennek mondjuk most, vagy a belépésed pillanatában érezted magad. Ez része a folyamatnak. Ne ijedj meg! Enélkül nem lehet fölmászni a Mount Everest csúcsára. Minden mászónak vannak olyan pillanatok, amikor úgy érzi, hogy fáradt, amikor úgy érzi, hogy nehezebben megy a dolog, amikor úgy érzi, hogy egy kicsit kényelmetlen a történet. Ez része a játéknak. Enélkül nem lehet sikeressé válni. Aki azt mondja, hogy a siker felé vezető út az ilyen egyszerű, az gyakorlatilag semmilyen sikert nem ért el életébe, mert az a siker, amit könnyen elérhető, bárki meg tud szerezni, az nem siker. Annak nincs különösebb jelentősége. Hiszen ha bárki képes rá, akkor nem is adnak érte különösebben semmit. Tehát határozd meg a te miértedet. Döntsd el, és írd le. A másik dolog, amit fontos, hogy leírd magadnak, és ez az írás, ez azért kell, mert amikor írsz, akkor a tudat alattidba sokkal mélyebbre beépül, mint ha csak végig gondolod. Tehát az írás maga egy olyan automatizmus, ami segít ebbe beépülni. A következő dolog, amit le kell írnod, hogy hova szeretnél eljutni ebben a történetben, mondjuk egy hónap múlva. Tehát mi az, amit csinálni szeretnél, hol szeretnél tartani, valamilyen mérhető célt meg kell határozni hozzá. Lehet ez bármi, lehet ez az, hogy akarok keresni ezzel X összeget. Teljesen rendben van. Be akarok léptetni ennyi és ennyi embert. Egyet, kettőt, ötöt, tizet, százat, tök mindegy. Döntsd el, hogy szerinted mi az, amit úgy gondolsz, hogy te el tudsz érni 30 napon belül. Jó? Ennyi csak a kérdés. Határozd meg magadnak. Nem máshoz mérd magad, saját magadhoz mérd magad. Ha azt mondod, hogy egy embert be akarok léptetni, az is rendben van. Ha azt mondod, hogy 10-et akarok beléptetni 30 nap alatt, az is benne van. Ha azt mondod, hogy 100-at, az is benne van. Minden rendben, és nem kell mérned, és nem kell megmutatnod senkinek. Csak magadnak, hogy hol szeretnél tartani. Azt mondod, hogy szeretnék keresni ezzel ennyi pénzt, mondjuk teljesen mindegy, 1000 dollárt egy hónapon belül, akkor ez is rendben van. Semmi más dolgunk nincsen, mint leüljél a segítőddel, a szponzoroddal, a mentoroddal, és beszéljétek át, hogy ahhoz, hogy ez megvalósulhasson, ahhoz mit kell tenni. Ugye, ha azt mondod, hogy szeretnék beléptetni, mondjuk, legyen az, hogy legalább 6 embert, mert akkor innentől fogva biztos, hogy nem kell fizetnem jövő hónapban tagsági díjat. Ez egy normális első havi cél, én úgy gondolom. Akkor semmi más dolgunk nincsen, mint hogy megnézzük azt, hogy ahhoz, hogy csatlakozzon hozzánk 6 ember, ahhoz hány embernek kell látnia a World Ventures ajánlatot. Általános tapasztalat most ezekben a
online karanténos időszakokban mondjuk 10 ember látja, körülbelül egy mond közülük igen. Tehát ahhoz, hogy 6 ember csatlakozzon hozzám, 60 embernek kell látnia. Innentől már egyszerű matematika a történet. Ahhoz, hogy 60 ember lássa ezt a történetet, 30 napon belül az naponta 5 embernek kell megmutatnom. Ahhoz, hogy 5 ember meg tudja nézni, nem fogja mindenki megnézni, akit elhívsz. Ez is része a játéknak. Ez olyan, hogyha te megkínálod a legfinomabb süteménnyel, amit az anyukád készített, megkínálod a barátaidat, el tudod azt képzelni, hogy lesz olyan barátod, aki éppen akkor nem éhes, és nem kíván enni, vagy fáj a gyomra, vagy bármi egyéb baja van, és azt mondja, hogy köszönöm, most nem kérek. El tudod azt képzelni, hogy lesz ilyen? Anyukád legeslegfinomabb süteménye, amit te imádsz. Biztos, hogy lesz ilyen, ugye ez nem kérdéses. Ez nem azt jelenti, hogy a sütemény rossz, vagy anyukád rossz szakács. Ez egyszerűen azt jelenti, hogy az illető abban a pillanatban éppen nem fogékony. És ha te magadra veszed ezt, hogy hát akkor jaj, hát akkor nem is jó, amit anyukám csinál süteményt, én biztos tök ízetlen, és felesleges, és hülyeség, hogy én ezt imádom, akkor az az egy elég furcsa gondolkodás lenne, igaz? Itt is erről van szó. Ezért kell a te miérted, és ezért kell, hogy letudatosítsd magadba, hogy te ezt meg fogod csinálni, hogy amikor az életben találkozol olyan emberre, akinek valami okból kifolyólag éppen az étvágya nem megfelelő, éppen nem erre tud figyelni, éppen nem nyitott rá, éppen meg se akarja nézni, akkor ez nem azt jelenti, hogy a te üzleted, vagy amit te csinálsz, az valamiért nem jó, hanem egyszerűen arról van szó, hogy ő éppen fáj a gyomra, megdöglött a papagája, a főnöke lecseszte, valami olyan problémája van, amivel pillanatnyilag nem tud befogadó lenni erre a történetre. Akkor most innentől az a kérdés, hogy vajon meg kellene neki mutatni. Hát meg kell mutatni, el kell, hogy mondjam neked mindenképpen. Egyszerűen azért, mert ez olyan, mint a mag elvetése. Tehát nem mindig akkor fogsz aratni, amikor vetettél. Hát ugye ezt minden földműves tudja, hogy ha ma elvetem a magot, akkor 10 perc múlva nem fogok aratni. Tehát itt is, amikor megmutatom valakinek ezt a történetet, akkor az esetek döntő többségében, 90-valahány százalékában nem fognak azonnal igent mondani neked az emberek. Ha te azonnal mondtál igent, vannak ilyenek is azért, akkor hajlamos lehetsz azt gondolni, hogy hát akkor mindenki azonnal igent fog mondani. Nem. Nem mindenki tud gyorsan dönteni. A magyar oktatási rendszer pláne arról szól sajnos, hogy az embereknek a döntő képességét azt mondjuk úgy, hogy nem igazán fejleszti. Tehát, hogy ne te döntsd el, ne gyorsan döntsél, majd megmondják neked, hogy mit csináljál. Hát akkor ne várjuk el azt, hogy a körülöttünk levők azonnal döntést tudjanak hozni. Ugye nekünk nem az a feladatunk, hogy az embereket meggyőzzük. Nekünk csak az a feladatunk, hogy lássák az emberek. Ugye megbeszéltük, szeretnék 6 embert, akkor innentől fogva semmi más nem kell csinálnom, mint 60 emberrel láttatnom. Ahhoz, hogy 60 ember lássa, nem fog, ha 60-at elhívok, elárul neked, nem fog eljönni mind a 60, mert történik velük valami. Bármi, ami miatt elfelejti, közbejön, nem ér rá, stb. Még most is, amikor egész nap otthon ülnek az online világ előtt, és bámulja a képernyőt, akkor is ugye a képernyő bámulás az nem más, arra kondicionálták, hogy ne gondolkodjon. Képtelen igazából döntéseket hozni. Tehát, akkor meg kell mutatnunk nem 60 embernek, hanem mondjuk 120-nak, vagy 180-nak. Ez majd kiderül, és annyit el kell hívni, hogy eljöjjön az a 60, akire kíváncsiak vagyunk. Ezt össze tudod szépen rakni a szponzoroddal leülve, hogy ehhez a célhez ennyit kell elhívnom, hogy ennyi lássa, és abból véletlenül ennyi fog igent mondani. Jó? Ahhoz viszont, hogy el tud hívni az embereket, kell készítened egy listát. És nem véletlenül mondom, hogy ezt is le kell írni. Tudom, hogy van neked egy Facebook ismeretségi köröd, akárhány emberrel, a mobiltelefonodba el van mentve egy csomó telefonszám. Minek leírni? Azért kell leírni, mert ha leírod, akkor onnantól új nevek fognak eszedbe jutni. Az emberi elme úgy működik, hogy körülbelül egy
5-6 nevet tud egyszerre felidézni. És ha a fejedbe gondolkozol, és próbálod ezeket a neveket úgy emlékezetedben tartani, akkor ennél nagyon nem jutsz messzebbre. De ha leírod őket, akkor fölbukkannak új nevek, azért érdekes a történet. Eszedbe fognak jutni olyan emberek, akik eddig valamiért úgy bujkáltak a tudatalattidba. És minél nagyobb a listád, annál több pénzt fogsz keresni. Tehát a szabály úgy hangzik, hogy kis pénzt akarsz keresni, akkor kicsi listád legyen, nagy pénzt akarsz keresni, nagy listád legyen. Ennyire egyszerű. Nem kell azon gondolkodni, amikor listát készítesz, hogy vajon neki való-e a World Ventures. Vajon ő mit fog gondolni? Vajon ő szeret-e utazni? Vajon ő neki van sok pénze, vagy nincs sok pénze, vagy szeretne sok pénzt, vagy nem szeretne sok pénzt? Nem. Most csak listát készítünk. Neked egy dolgod van, az, hogy összeállítsd ezt a listát, minél hosszabb, annál több pénzt fogsz keresni. Majd utána megbeszéljük. A szponzoroddal átbeszélitek, hogy kinek mit mondjál, és milyen sorrendben keressük meg őket. Jó? Tehát nem kell különösebben ezen stresszelni magunkat. Csak egyszerűen készítsd el ezt a listádat. Aztán mit kell még csinálni? Ne, nagyon fontos, ne legyenek előítéleteid. Ne kezdj el azon morfondírozni, hogy neki ez való vagy nem való. Neki szólok vagy nem szólok. Egy dolgot elárulok neked, amit én 30 év alatt tanultam meg, akikről meg vagy győződ, vagy ő aztán tuti benne lesz, mert ez neki van kitalálva, az fog nemet mondani, és akinek azt mondta, hogy ennek minek szólni, mert ezt úgyse érdekli ez az egész, na ő lesz az, aki igen fog mondani. Tehát a legjobb az, azt tudom neked mondani, hogy azoknak szóljál először a listádról, akiről azt mondta, hogy azt úgyse fogja érdekelni. Aztán persze szólja azoknak is, akikről meg vagy győződve, hogy azokat tutira érdekelni fogja, mert ez is működik. Jó. Mit mondjál nekik? Hát nagyon fontos dolog, hogy minél kevesebbet mondunk, annál kevesebbet hibázunk. Amikor az elején vagy a történetnek, ugye, hát nem nagyon van mit mondjál, mert bármit mondasz, rákérdeznek, hogy mondj erről többet, és nem tudsz rá mit mondani. Mert még nem sok mindent tudsz, még nem voltál úton, még nem történt veled különösebben semmi, nem nagyon tudsz miről beszélni. Ezért a legjobb módszer az, hogy mondjál kevesebbet, akkor kevesebb kérdést fogsz kapni. Ha meg akarsz hívni valakit valamova, akkor ugye ezt hogy csinálod? Figyelj, ráérsz este 6 órakor, vagy ráérsz este 7 órakor? Vagy ráér, vagy nem, ugye ez a két lehetősége van az illetőnek. Ha azt mondja, hogy nem, oké. Ha azt mondja, hogy igen, jó, tudunk találkozni itt és itt. És akkor azt mondja, hogy igen, vagy nem. Itt megint csak ilyen egyszerű a történet. Előfordulhat, hogy megkérdezi az illető, hogy miért? Miért keresed meg? Mutatni akarok valamit. Oké, mit? Magamat, és hogy mi történt velem. Ha valaki azt mondja, hogy nem érdekled, tehát ő azt mondja, hogy figyelj, te nem érdekelsz, akkor ugye az a felesleges küzdeni. Úgy gondolom, hogy az innentől kiírta magát az ismerőseid körébe. Ha online beszéltek, és ráírsz, akkor Messengeren ugyanígy működik, hogy figyelj, akarok mutatni valamit, vagy mit csinálsz most? Van most egy fél órá? És valamit fog reagálni. Vagy van neki, vagy nincs neki. Ha azt mondja, hogy nincs, oké, majd beszélünk, és majd ráírok egy 2-3 nap múlva. Ha azt mondja, hogy igen, miért? Akarok mutatni valamit. Saját a számítógépeden. De mi? Van fél órád? Oké. Akkor ülj le a géped elé. Ennyi az egész. Tehát minél egyszerűbb a történet, de mondjál valamit, ugye ez is jön. Mutatni akarom. Nem tudom elmondani. Azért akarom mutatni. Jó? Tehát minél egyszerűbb a történetem, minél kevesebbet mondok, annál kevesebb kérdésre kell válaszolnom. Ennyire egyszerű. Elhívtam az embert. Leül, nézi a történetet, nem te fogod elmondani az elején a sztorit nagy valószínűséggel, hanem valaki, aki neked is elmondta, aki már többet tud erről a történetről, aki volt már úton, aki keres pénzt ezzel a dologgal, ő fog erről beszélni. Éppen ezért egyetlen egy dolgod van, amikor összehozod ezt a két embert, a te barátodat, a jelöltedet,
azzal, aki el fogja mondani, aki a szakértője ennek a témának. Be kell őket egymásnak mutatni. Hogy csinálod? Ugye mindig a jelöltet mutatom be a szakértőnek először. Tehát azt mondom, hogy kedves, mondjuk Hajni, szeretném, ha megismernéd Peti barátomat, akivel együtt dolgoztunk annak idején a hegyhengergető műveknél. Nagyon jó barátok vagyunk, de már régóta elkerültük egymást, és nagyon örülök, hogy most mégis össze tudtunk jönni az internet segítségével. Peti, a Hajniról azt kell tudni, hogy ő az én üzlettársam, ő az, aki igazából segít nekem mindenben, és ő egy nagyon sikeres üzletasszony, aki már sok pénzt keres, és nagyon sok embernek segített is, hogy ők is pénzt tudjanak keresni ezzel a történettel. Arra kérlek, hogy figyelj rá pontosan úgy, mintha engem hallgatnál, csak még jobban, mert ő sokkal többet tud. Mind pénzben, mind tudásban, mind ahol én tartok. Jó? És innentől cipzár, befogom a számat. Többet nem szólalok meg, bármi legyen a beszélgetés, csak akkor, hogyha a szakértő megkér, hogy mondjak valamit. Ha nem kér meg, akkor befogom. Itt lehet elrontani a történetet, hogy én akarok mindenképpen már ennyi morzsát tudok, és el akarok mondani. Nem. Átadom a szót, és a szakértő el fogja mondani. Miért ne szólaljál meg? Azért, mert a szakértőt te fölépítetted, és abban a pillanatban, amikor te megszólalsz, akkor a szakértőt elkezded lebontani. Akkor már nem is tűnik olyan nagyon szakértőnek, hozzáértőnek és sikeres üzletembernek, mert én kezdek el dumálni helyette. Te nem beszélsz bele a főnöködnek az előadásába se, ha Bill Gates előadást tartana, és ott lennél a közönség soraiban, nem szólalná föl, és nem kezdené bele beszélni az ő előadásába, igaz? Nem szólalsz meg. Befogod. Cipzál. Elmondja a mondókáját, aki az előadást megtartja, és a végén megkérdezi az illetőt, hogy így vagy úgy, vagy döntsön el valamit, kész, ennyi a dolga. Annyit fog tőled kérni maximum a végén, hogy Peti, vagy nem, ugye Peti a jelő, megkérdezi a szakértő, hogy hát ugye engem még nem biztos, hogy nem ismersz, de itt van, ismered mondjuk Gábor, és Gábor, te miért csatlakoztál ehhez a történethez? És akkor maximum fél percben elmondhatom azt, hogy mi az én miértem, ugye ezt tudjuk, mert ezt leírtuk az elején, és a másik, amit el szoktam ilyenkor mondani, az mindig egy olyan történet, ami nagyon röviden, hogy én amikor ezzel találkoztam, azt gondoltam, hogy, és akkor előhozok egy olyan dolgot, amiről én úgy sejtem, hogy ez a Petinek lesz valami fajta fejében játszó gondolat. Hogyha föltett kérdéseket közben, akkor meg már egyértelmű látom. Mondjuk úgy gondolja, hogy hát én nem vagyok olyan. Hát, és akkor hogy már mondhatom, hogy én nekem az voltam, mi értem, hogy egyszerűen elegem volt a munkahelyemből, és váltani akartam, mert láttam, hogy itt nincs perspektíva, sose fogok pénzt keresni érdemben. És amikor ezzel találkoztam, először azt gondoltam, hogy hát én nem vagyok olyan. Mit fognak rólam gondolni az ismerőseim? Aztán rájöttem arra, hogy ez a fontos, tehát én azt gondoltam, hogy aztán rájöttem arra, hogy és elmondom, hogy rájöttem arra, hogy segítek a barátaimnak ezzel, és én úgy gondolom, hogy ha tudok valami jót, akkor igenis az egy jó dolog, hogy segíthetek a barátaimnak. És azóta már három barátomnak szóltam, vagy már öt barátom csatlakozott, hogy valamit mondok, vagy azóta már találtam, egy csomó emberrel beszéltem, és tetszett nekik a dolog. Ugye, tehát mondtam valamit, amiből látszik, hogy ezt gondoltam, rájöttem, és ez és ez a jó dolog történt velem azóta. Ennyi, és befogtam, ezt fél percben mondtam el megint csak. Jó, tehát ennyi a történetünk. Na most, hogyha azt mondja az előadó, a szakértő, érzed, hogy tehát ő nem fogja beléptetni feltétlenül az illetőt rögtön az elején, mert nem, az emberek 90-valahány százaléka ugye nem csatlakozik rögtön, ezt tisztáztuk.
Lehet, hogy azt is fogja mondani, hogy nem, ez nem neked való. Ne ijedjél meg. Ha ilyet mond, akkor is a te érdekedben mondja. Nagyon sokszor van olyan a szituációban, hogy minél jobban azt várja a jelölt, hogy majd ő neki így kuncsorogni fognak, annál kevésbé működik a sztori. Minél inkább azt érzik, hogy oké, figyelj, nélküled is megyünk tovább, mi tesszük a dolgunkat, annál inkább vonzóvá tud válni ez számára. Tehát bízz abba, aki az előadó lesz. Jó? Ha vége a beszélgetésnek gyakran megtörténik az is, akkor fölhív a jelölted, és akkor elkezd tőled kérdezni, mert nem mert kérdezni, vagy nem akart kérdezni az előadótól. Akkor is ne ijedj meg, hanem mondd azt, hogy figyelj, ez egy tök jó kérdés, de akkor szólok a Hajninak, és akkor beszéljük meg hat szem közt. Mert ő ebben sokkal jobban tud válaszolni, mint én. Jó? Tehát ez is működik. És még egy dolog van, ne ijedjél meg, nem kell neked csinálni különösebben semmit, azon kívül, hogy el tud hívni az illetőket a listából. Egy dolgot kell még figyelembe venned, azt, hogy ezt az üzletet, ezt meg kell tanulni. Ahogy megtanultál járni, megtanultál beszélni, megtanultál írni, olvasni, ezt is meg kell tanulni. És ehhez vannak megfelelő tréningek. Tehát vannak olyan, van egy képzési rendszer, ami nagyon okosan össze van rakva, hogy aki semmit nem tudott még ezen a területen, aki világ életében gyalogos volt, abból is Forma 1-es pilótát tudjanak faragni. Olyan eszméletlen jó oktatási rendszerünk van, ami én 30 év alatt nem láttam sehol, egyetlen más cégnél sem. Én minden rendezvényen ott vagyok személyesen, pedig 10 éve, ami volt rendezvény, mindegyiken elmentem, és ráadásul nagyon sok olyan, ami egyben kirándulás, valami szép helyen is utazunk, nyaralással egybekötve van, hogy így mondjam. Ma is elmegyek minden egyes rendezvényre. Miért? Azért, mert csak ott tudom megszerezni azt a tudást, ami lehetővé teszi, hogy még sikeresebb tudjak lenni ebbe a történetbe. Ha nem vagy hajlandó tanulni és fejlődni, akkor nagyjából úgy fogsz járni, mintha mostani autóvezetői képességeiddel beültetnének egy Forma 1-es versenyautóba. Tehát képzeld el, hogy kimennénk a Hungaroringre, és lenne rá lehetőség valamilyen csoda folytán, hogy beülhetsz egy Forma 1-es versenyautóba, ami mondjuk 850 lóerős, és azt mondják, na akkor induljon el és menjen itt egy kört. Itt a szintidő, nem tudom, 3 perc. Tessék, hajrá! Szerinted sikerülne? Meg tudnád csinálni? Valószínűleg nem, ugye? Miért? Tudsz autót vezetni valamilyen szinten? Valószínűleg tudsz. De mégsem mernél be, én sem mernék belevágni minden tréning nélkül. Meg kell tanulni. Hát ha szeretnél keresni milliókat, akkor van értelme ezt megtanulni? Ez pontosan ugyanolyan történet, mint megtanulni egy versenyautót vezetni. Nem egy 60 lóerős, egy 100 lóerős autót vezetni, hanem egy 850 lóerős autót vezetni. Egészen másként kell hidd el, mint ahogy eddig vezetted az otthoni autótokat. Egészen másként kell milliókat keresni rendszeresen, mint ahogy eddig kerested a pénzt. Ha ezt elfogadod, akkor jössz a tréningünkre, kérdezd meg a szponzorodat, melyik lesz a következő tréning, és legyél ott. Ha meg nem vagy hajlandó ezt elfogadni, és úgy gondolod, hogy te már tudod, hogy kell vezetni a Forma 1-es autót, akkor indulj neki, és menj a saját utadon, nem fog senki meggátolni, csak nem lesz rád időnk sem. Mert nekünk az a feladatunk, hogy azzal foglalkozzunk, aki úgy csinálja, és azt akarja csinálni, hogy mi tanítjuk neki. Jó? Úgyhogy vedd elő a szponzorodat, meg vedd elő a kis füzetedet, és kezdjétek el végvenni ezeket a pontokat, amit átbeszéltük. Köszönöm a figyelmet, találkozzunk a világ tengerpartján.